Bélzakár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és együtt itták a bort. A bor hatására megparancsolta Bélzakár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüstedényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. A király azokból itta a bort vendégeivel együtt, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rizsből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet. Aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országomban. Akkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Bélzakár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Amikor azonban az anyakirálynő meghallotta, mint tanakodnak a királynő és főemberei, bement a mulatókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint aki képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt ekkor a király elé vezették. A király így szólt Dánielhez. Te vagy az a Dániel? Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned, és meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak, de azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó, király, a felséges Isten nagy hatalmat adott apádnak, királyi dicsőséget. De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. El kellett ismernie, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ülteti a trónra, akit akar. De te, Bélzakár, aki a király fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A mennyura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból vendégeiddel együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet és iratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik. Mené, mené, tekél, uparszín. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyenek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Akkor Bélzakár parancsára Dániel bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Bélzakárt, a káldeusok királyát.